Sokszor gondot okoz, hogy mondjuk reggelire vagy éppen uzsonnára mit adjunk akár a gyerekeknek, akár saját magunknak is, és gondoltam, hogy egy jó kis házi májkrém szerintem mindenkinek jól jön, amit elkészítünk, berakunk a hűtőbe, és bármikor elő lehet szedni. Ehhez nem kell más, csak annyi, hogy egy kis hagymát pirítunk, és most kimondottan zsírban próbáljuk meg ezt megtenni. Próbáltam vajjal is, az se rossz, de nekem valahogy mégis a zsírral sokkal kenhetőbb állaga lesz majd magának a májkrémnek. Tehát hagymát megpirítunk egy kis zsírban, ez körülbelül egy olyan két fej hagyma, és ehhez hozzáteszem a fokhagymát. Ezt is egy nagyon picikét lepirítom, most már kisebbre vettem a lángot. Teszünk hozzá egy kis örölt fűszerköményt, majorannál. Ebből hagyjuk majd úgy, hogy majd a végére is kerüljön, és borsot. Így. Ezt elkeverjük, és amíg ez egy picikét lepirul, addig már is mondom és mutatom, hogy a májat megtisztítottam, összedaraboltam és átmostam, majd jól lecsepegtettem, és utána egy kis papírtörlőre, de csak így hirtelen nagyon gyorsan átfuttattam rajta, hogy tényleg ne legyen neki, ne legyen vizes, ne maradjon vizes, mert akkor csak pattogni fog majd benne az zsíradékban. Hozzátesszük a májat, amit előkészítettem, és ezt jól elkeverjük. Itt már egy picit állíthatjuk magasabbra, hogy egy kicsit először lesüljön, és utána hagy engedjen ki egy kis vizet, és azért, hogy ne hiányozzon belőle egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon minimális piros paprika, de mivel ugye szét fogjuk túlmixolni, ezért nagy jelentősége nincsen, én csak egy picit a szín miatt szoktam hozzátenni, és amikor kezd már egy kicsit ki, úgy szoktuk mondani, hogy kifehéredni a máj, akkor majd egy kicsit kisebbre lehet venni a tüzet, teszünk rá egy fedőt, és teljesen készre megpároljuk. Ugye akkor lesz jó majd a májunk, hogyha egyet ketté vágunk, és már nem véres, tehát nem kell teljesen szárazra lesütni, mert hogy ennek pont az lesz a jelentősége, hogy mi májkrémet szeretnénk belőle majd készíteni. Tehát sütjük a májat. Ha elkészült a májunk, akkor vagy egy ilyen gyorsvágó edénybe, vagy turmixoljuk esetleg, de lehet még akár finom szűrőn is átszűrni, attól függ, hogy kinek mi van otthon. Nyugodtan mehet a leve is majd hozzá. Ezt megpróbálom teljesen belekanalazni az egészet. És végül is átpürésítjük úgy, hogy ugye ebbe tettünk a legvégén, azt elfelejtettem mondani, hogy a vége felé, amikor már majdnem kész van a májunk, akkor nyugodtan sót tehetünk bele, ugye addig nem tettem bele, hogy ne keményedjen meg, és akkor egy kis hirtelen ki is jött belőle a mustár, egy kis mustár teszünk hozzá, majd meglátjuk, hogy mennyire kell még bele, és akkor átpürésítjük, még egyszer mondom, hogyha valakinek van otthon ilyen gyorsvágója, az a legegyszerűbb. Ha nincs, akkor turmix, vagy pedig finom szűrőn átpürésítjük. Körülbelül így jó lesz. Egy kicsit megkóstoljuk. Nem baj, ha meleg, nyugodtan lehet attól függetlenül így melegen turmixolni. Sokkal könnyebb, mint hogyha teljes mértékben kihűlne. Szerintem ez így pont eltaláltam.
Veszünk elő egy edényt, én ide is készítettem. És ebben beleöntöm. Ebben fog majd kihűlni. És még annyit fogunk vele csinálni, hogy ezt a kis kést kiveszem belőle, erről is még veszedem a kis májacskát. Így, egy kicsit elegyengetjük. És annyit fogunk még csinálni, hogy egy kis zsírt teszünk a tetejére. Egyrészt azért, hogy ne oxidálódjon, másrészt pedig szépen meg fog majd derbedni a tetején ez a zsíradék, tehát ez nem fog belekerülni, úgyhogy akár le is lehet róla szedni majd. Hát körülbelül így egy ilyen pár kis kanállal, csak éppen tényleg, hogy a tetején elsimuljon, ez szépen ugye feljön majd a tetejére, ez már olvad is, mert ugye meleg, kihűtjük, rátesszük a tetejét, berakjuk a hűtőbe, reggelire, uzsonnára, bármikor lehet belőle egy kis kenyérre vagy kiflire éppen rákenegetni. Jó étvágyat kívánok!